A Nemzeti Vágta nemzetközi futamának sorsolását tartották október 7-én a Ménesbirtok Fedeles lovardájába. A futamra 9 éve minden alkalommal a ságia arab fajtából választanak lovakat, melyeken ezúttal 12 nemzet lovasai küzdöttek az elsőségért. A nemzetközi futamot ez évben a Cseh Köztársaság versenyzője nyerte, Pajzs Gábor hazánk képviseletében nem jutott a döntőbe. Ha nemzetközi vágta, akkor nemzetközi vágta, ha nemzetközi vágta, akkor bábolna is ságia arab. Ez most már jó néhány éve, most mondjuk már évtizede bevált történet. Hogy mennyire szeretik ezt a lovasok, és mennyire szeretik a nézők, ugye a nézők a show elemeket szeretik. Ez is egyfajta show elemnek minősül? Ugye 14-szer rendezzük meg a nemzeti vágtát, és 2013 óta van nemzetközi futam, ahol a bábolnai ménessel dolgozunk együtt, és a sági arab lovakat sorsolják ki, és vele versengenek a országok által ide küldött lovasok. Ez mindenképpen egy érdekesség, mindenki a saját népviseletében felöltve, bemutatva az országát, belemutatva a kultúráját és a lovasságát jön el a hősök terére, és ott verseng. Ugye maga egy sorsolás van, tehát a fortuna azért mindenképpen itt is kegyeltjének kell lenni, hiszen azért vannak kicsit gyorsabb, meg kevésbé gyorsabb lovak, de az az érdekesség, hogy ez az ovális pálya, ami a hősök terén föl van építve, ilyen nincsen hol, tehát ott abban a pillanatban ki tud jobban ehhez, hát hogy mondjam, gyorsan reagálni és alkalmazkodni, az fog az élen végezni. Mindenképpen érdekes, hiszen van 2 6-fős előfutam, onnan első három helyezettek jutnak be a döntőbe. Mindenkinek van egy országa, Magyarország is mindig ott a mezőnyben. Ugye Pajzs Gábor képviseli idén az országunkat, Dallos Gyula a csapatvezetőnk, és hát egy érdekes verseny lesz, a végén majd kiderül, hogy kinek a himnuszát játsszák el a hősök terén. Hát ez évben mely országok tették tiszteletüket ezen a nemzetközi futamon? India és Szurinám, ami nagyon távolról jön, ugye van török lovasunk, van Angliából, Nagy-Britanniából jött lovasunk, a Király Gárda küldte el a lovasát, Olaszország még nem volt velünk, a környező országok, Szlovénia, Csehország, Románia, ahol voltak, elővágták ugye azokat az országokat is mindenképpen ide bekapcsoltuk, és mindegyik országnak úgy gondoljuk, most itt már egy edzésen túl vagyunk, hogy megvan a lovastudásuk, és a lovak is nagyon jól félkészítettek, ezt köszönöm a Bábolna Ménesnek, hiszen nélkülük ez így nem menne ilyen jól. Az, hogy ki lesz a győztes, ezt nem tudom. Én annak drukkolok, hogy mindenki boldogan menjen, és jó hírét vigye a nemzeti vágtának. Ahogy azt már megszokhattuk, Gyula bácsi csapatvezetőként veszel részt a nemzetközi vágtában. Hogy látod a mostani versenyt? Most történt meg a lovak kisorsolása, és a magyar lovas megkapta azt a sági arabot, amelyet a sors neki szánt. Mindenek előtt azt kell mondani, hogy nagyon örömteli, hogy a koronavírus járvány nem gátolta ennek a gyönyörű világszínvonalú versenynek a megrendezését. Nem is egy verseny, hanem ez a magyar kultúrának a világ számára való bemutatása a Lóvala centrumában 14. alkalommal, és 2013-tól folyamatosan a nemzetközi futamot is megrendezzük. 13-ban Varga Zoltán kiváló zsokéval meg tudtuk nyerni, azóta ez nem sikerült. Most reménykedem, újra egy kiváló fiatal Pajzs Gábor zsokéval, aki a magyar zsokétársadalom egyik zászlóvivője, hogy sikerülni fog. Természetesen előre versenyeredményt nem lehet prognosztizálni, majd utána a ló, egy 5 éves ló, aki még nem volt ilyen környezetben, nem volt ilyen helyzetben, de beszélni fogunk a próbalovaglás után a Gáborral, hogy milyen érzéseket adott neki a ló viselkedésben, mozgásban, kondícióban, és utána megbeszéljük a taktikát. De övé az a döntés, amivel neki ezt sikerre kell vinni.
nyilvánossági arab nem az a lófajta, amelyik galopra alkalmas, mégis egy olyan futamon vesznek részt ezek a lovak, amelyek hát tulajdonképpen hát egy galopversenyszámot kell, hogy lebonyolítsanak. Nem, én ezzel egy kicsit vitatkozom, mert az arab teli vér és az őshonos magyar fajta, a sági arab, az pontosan a nagy távolságok megfutásáról híres, tehát a távállásáról, a kitartásáról, természetesen, hogy a mozgás attraktivitásában messze elmarad a sport félvérektől, de a kitartásával és a kezelhetőségeivel, mert kitűnő karakterű lovakról van szó, azért ezekkel a lovakkal, és köszönet Bábolnának, hogy ezt mindig rendelkezésre bocsássa, mert olyan a karaktere, hogy azonnal elfogadja az idegen lovast. Na hát Gyula bácsit előrevetítette, hogy hamarosan meg fogjátok beszélni azt a taktikát, amellyel majd menni kell, de gondolom, hogy ott a helyszínen is ki fogjátok tudni majd próbálni azt a taktikát, technikát, amivel végig kell menni a pályán. Igen, vasárnap lesz rá lehetőségünk, hogy majd ezekkel a lovakkal majd a pályán is tudunk megnézni, hogy viselkednek, és akkor utána természetesen egyeztetünk. Mik az első benyomások a lóval kapcsolatban? Nekem pozitív a benyomás, még vasárnapig sok idő van, még van egy pár nap, amíg össze tudunk szokni, és nagyon remélem, hogy problémamentes lesz. Úgy tudom, hogy te profi galopversenyző vagy, a sági arab nem profi galopló, mégis mit tudsz, hogyan tudtok majd együttműködni ezzel a lóval úgy, hogy a sági arab galoppozzon, te pedig a sági arabot rávezesd arra, hogy ő ezt csinálja, amit te szeretnél. Hát azt gondolom egyébként alapvetően ló és ember, a közös összhang, a tisztelet egymás iránt, és a közös munka, meg ez a pár nap összeismerkedés szerintem elegendő lesz ahhoz, hogy a legjobb teljesítményt tudjuk majd nyújtani vasárnap. Gondolom most itt méregetted az ellenfeleket, illetve az ellenfelek által lovagolt lovakat. Igen, nézegettem, hogy melyiken hogy mozog, de... Azért ez nem volt olyan nagyon sok idő, amit itt el tudtunk tölteni, hogy ebből valami nagyon komoly konzekvenciát tudjunk levonni, de azért nézegettem. Egyébként nagyon szépen föl van készítve az összes ló, tehát tényleg óriási dicséret Bábolnának. A magyar lovas Pajzs Gábor nem járt szerencsével. A nemzetközi futam második elődöntőjében India, Mongólia és Olaszország mögött csupán a negyedik helyen ért célba, így nem jutott a döntőbe. A döntőfutamban végül a Cseh Köztársaság lovasa diadalmaskodott, Gazal 21-9 nyergében.